Köszöntjük Önöket Hegyes Halom hivatalos YouTube csatornáján. A következő percekben beszámolunk a 7. Hegyeshalmi Bor és Falunap rendezvényről. Korábban láthatták már a rövid összefoglaló filmünket, ezúttal azonban részletesen megmutatjuk Önöknek, hogy mi történt ezen a nagyszerű rendezvényen. Kezdjük is el, tartsanak velünk! július 8-án pénteken, az utolsó simítások után végre elkezdődött a várva várt rendezvény. Benépesült a Stettnitó partja, megérkeztek az árusok, szolgáltatók és persze a közönség is. Majd a nagyszínpadon Szőke László polgármester nyitotta meg a 7. Hegyeshalmi Bor és Falunapokat. Én azt kívánom, hogy ez a közösségi tér, ez legyen teljesen meg most tartalommal ezen a hétvégén. Mindenki érezze jól magát, legyen mindenki vidám, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Ezzel el is kezdődtek a programok. Elsőként a Hungaritmik tánccsoport különböző korosztályai álltak színpadra. Szervezők gondoltak a kisgyermekekre is. A Buborka együttes interaktív előadással készült a gémes kulcsaroknál. Szintén pénteki program volt a Vörös Kereszt által szervezett véradás, melyről külön fogunk beszámolni. Nagy színpadon a sokak által várt Bó Viktor következett, aki fiatal kora ellenére retro dalokkal készült. Miért van az, hogy egy 13 éves gyerek olyan számokat választottál szinte kizárólag? Pontosan nem a te korosztályodnak a zenéje. Hát én ez alatt nagyon sarolta rajongó vagyok egyébként, ezt el kell, hogy áruljam, és imádom a retro zenét, és főként az a célom, hogy kortársaimmal is megszerettessem, hiszen amikor megkérdeztem őket az iskolában, hogy ismerik-e mondjuk a Neoton Familiától a Nyárban című számot, akkor így visszakérdeztek, hogy az melyik. Mond, gondoltál te arra, hogy 13 éves vagy, 2-3 év múlva valószínűleg nagyon megváltozik a hangod? Igen, és félek is ettől, nagyon, mert ahogy jelenleg most áll a hangom, ez így megmaradhatna. Más egy kis kutyát is megsirat. Hosszabb távon is ez a célod? Úgy 50 évre előre, igen. 50 évre előre. És akkor majd a te számaidat fogják énekelni a 13 évesek. Hát nagyon sok sikert kívánok a további életedben. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és akkor nekem is lenne kérésem Önhöz az a bizonyos mondat. Arra gondolsz? Na most csak neked, és csak itt, csak egyszer. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. A programok sokszínűségét jól jellemezte, hogy a retro dalok után igazán modern zenét hallhatott a közönség. DJ Tomix vezetésével a dancefolk varázsolt izgalmas hangulatot. A produkciókban az élő hegedű színesíti a DJ szettet tematikus és saját dalokkal, a magyar népzene varázsával. Indult itt egy kezdeményezés, hogy létrehozzunk egy három határ borfesztivált itt a hármas határon, hiszen hol. És szerettük volna bemutatni itt, ugye Ausztriában, itt a szőlővidéken szinte mindenki termeli a bort, Szlovákiában is ezen a területen Csalóközben termelnek borokat, meg itt azért a mi környékünkön is azért vannak borok. De itt meg egy olyan problémába ütköztünk, hogy annó, mikor ez szerveződött, akkor a jövedéki törvény csak behozatali engedélyeken keresztül, tehát nem tudott megjelenni egy boros gazda, itt van az én portékám, gyerekek, kóstoljátok meg, hanem ugyan vámot nem kellett fizetni, de vámeljárás alá kellett vonni, és aztán így elmaradt
a három határbor fesztivál. Így ugyanakkor meg mi is szerettük volna ezt megtartani, és ebből most már ott tartunk, hogy a hetedik alkalommal tudjuk ezen a néven, hogy a Hegyesalmi Bornapok és Falunap egybekötve. A településünkön is, ugye határmenti településből fakadóan elég sok német ajkú, illetve oszták állampolgárok vannak, akkor szlovák állampolgárok is, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy várunk a környező településekről is elég sok embert, hiszen úgy gondolom, hogy a programjaink jók voltak a szervezők, reméljük, hogy minden gördülékeny is időjárástól függően persze, de szerintem jó fog alakulni. A nap legjobban várt eseménye az esti Balkán Fanatik élő nagykoncert volt. Előkészületek alatt beszélgettünk a zenekarral. Hála Istennek, megindult az élet, megindultak a fesztiválok. Most akkor előttetek széles az út, és előre itt kezdődik a dolog, vagy pedig már régóta benne vagytok? Az emberek nagyon örülnek, nagyon várnak bennünket, úgyhogy azt hiszem, hogy jól vagyunk. Sőt, mondhatom azt, hogy mi nagyon izgatottan készültünk az idei nyárra, hiszen ez az előhírnöke az őszi 20 éves Balkán Fanatik nagy koncertünknek, ugyanis ebben az évben 2022-ben leszünk 20 évesek. Változott-e a 20 év alatt a zenei stílusotok? Hogyne, nagyon-nagyon sokat változott, ugyanis elve, amikor mi ezt elkezdtük ketten a barátom a Lepével, hogy egy jóval sokkal alternatívabb zenei elképzeléssel indítottuk ezt a dolgot. Kifejezetten jó avantgárd volt, amit mi csináltunk. De nekem ez most úgy hangzik, hogy tulajdonképpen visszafele mentetek a dolgokban, hogyha most ezt annak idején nagyon jónak tartottátok, és akkor most milyen a mostani? Most még jobb egyébként, mert találkozott végre nagyjából olyan 2010 környékén találkoztunk a közönség zenei ízlésével is, és akkor ez így a kettő összhangba került, és onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy sikeres a produkció, nem? Tehát, hogy, hát igen, hogy lakossági zenét játszunk. Csináljunk egy kis hírverést erre a jubileumi koncertre. Hogy, mikor, hol? Majd én mondom, mert én vagyok a lexikális. Tehát szeptember 29-én szeretettel várunk mindenkit Budapesten az A38 hajóra, és ott lesz egy ilyen nagyszabású, a 20 éves munkásságunkat átölelő nagyobb koncert. Sztár vendégekkel meg kell említsem Pásztor Annát, aki az Anna and the Barbies magyarországi világsztár énekesnője. Ő nálunk kezdte a pályáját, ő is föl fog lépni a koncerten. A korai rapperünk, hegedűs, úgyhogy nagyon-nagyon színes lesz a műsor. Igen, gazdag és jó műsor lesz. Tehát felevelítjük ezeket a nagyon korai dolgokat, és eljutunk a lakossági zenéig. A lakosság, ez nagyon tetszik nekem ez a kifejező, lakossági zene. Sok sikert kívánok most, ma este is, és a jubileumi koncertetekre is. Köszönöm szépen az interjút. A nagy sikerű koncert után diszkó zárta a pénteki napot.
Szombat reggel számos program kezdődött el, így mindenki kedvére válogathatott a párhuzamosan zajló események közül. Elkezdődött a főzőverseny, melynek a mottója a Keressük hegyes halom legjobb ugrásban készült ételét volt. A főzőversenyről később még lesz szó. Nézzük az egyéb programokat. Szintén reggel kinyitott a Bortér és Vásár, valamint elindultak az egésznapos gyermek és felnőtt programok. Többek között mobil tréning autós iskola, közlekedési élményprogram, szakmai előadások, egészségügyi sátor, interaktív játszóház, kosaras fahinta, korongozás, kavicsfestés. A sok gyermekprogram mellett egész nap rendelkezésre állt az óriás csúszda, az ugrálóvár és a vízidodzsem is. És ha már gyermekprogram, délelőtt a nagy színpadon hatalmas tömeg várta a népszerű Apacuka zenekart. Nagy sikerű előadásukat nem csak a gyerekek, hanem szüleik is élvezték. Készen van az új lakópark, jöhetnek a házi állatok. Mit szeretnétek otthonra, ha bármit lehetne választani? Tengeri halat. Cicát ki szeretne? Maradjunk az egyszerű dolgoknál. Cica. Mit mond a cica? Gyerünk, buli az első emeleten. Tánc. Zenészkörökben elterjedt nézet, hogy gyerekeknek játszani nagyon hálás feladat, de nagyon komoly munka. Inkább azt gondolom, hogy nagy kihívás. És aki ennek a kihívásnak eleget tud tenni, az elmondhatja, hogy szerintem a legnehezebb közönséggel vívott harcot. Már csak azért is, mert a gyermekközönség egy igazán őszinte csapat, és őket minden egyes koncerten meg kell győzni arról, hogy mi azért vagyunk, azért jöttünk, mert nekik zenélünk, mert őket szeretjük, és amit teljesítünk, az ő értük van, nekik alkotunk, és csak róluk szól az egy óra, vagy az a délelőtt, amikor ott vagyunk. Néha egészen hardrockos háttér zenét szolgáltattok ezekhez a kedves nótákhoz. Feltett szándékunk, hogy a gyermekek minél több zenei stílust ismerjenek meg az Apacuka zenekaron keresztül. A sorban következő negyedik lemezünk is épp olyan színes, mint az előző három. A jazztől elkezdve a rockon át, a diszkó, a funky, a ska, a reggae, minden jelen van, mind a lemezeken, mind a koncerteken. Ennyi fér bele egy órába, de mi nagyon szeretjük, hogy ilyen színes az előadás, és úgy veszük észre, hogy a gyerekek nagyon nyitottak ezekre a produkciókra és zenei stílusokra. Közben készültek a finomságok a főzőversenyen. Néhány csapatnál érdeklődtünk is, mi rotyog a bográcsban. Szigetközi halászlé, ami ilyen passzírozott halászlé. Tehát ennek magának a levének is egy sűrű állaga van. A alaplébe is benne van a hal, és plusz még teszünk bele majd halat, amikor megfor. Ez most le van passzírozva. Az nem titok, hogy többféle halból kell. Tehát, hogyha megnézik majd kint a táblát, ötféle halból van, az négy helyről származik. Az egyik a stetnitől, ami a hátunk mögött van. Hűha! Mi történik itt? Mi ez a nagy munka? Kanállal nem szabad megkavarni, mert összetöröm a gombócokat. Nagypapám is mindig ezt mondta. Csak forgatni az üstbe, saját levébe. Ez valóban, amit a táblán látok, füstölt csülök ültetett töltött káposzta, igaz? Igen. Házi gyártmányú füstölt csülök. A rétegek között még van benne egy kis szeretelt csonka. Szerintem ez esélyes lesz a mai nap folyamán a versenyen. Köszönöm szépen! Biztos úr, mi készült itt? Avokádóval töltött krokodil nyelőcső. Ez komolyan mondja, vagy csak? Nem, ez szarvaspörkölt. De hát akkora sikere volt, hogy már üres a kondém idején. Én sem fogok tudni enni, sajnos. De hát ez van. Most bármi történhez a községben, bármi, minden rendőr itt van. Így, nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Akit nem szeretünk, az nincs itt. Minden esetre gratulálok, mert ilyen üres kondét még én ma nem láttam. Bornapok alkalmából most már hagyományosnak mondható a főzőverseny. Ilyen sok csapat, ami az idei év főzőversenyén jelentkezett és nevezett, még nem volt. 16 csapat jelentkezett és főzött. Nagyon,
nagyon sok, és szerintem nagyon finom ételeket is. A háromtagú zsűri Pál Szabó Mihály aranykoszorús mesterszakács, a francia gasztronómia lovagja és a zsűri elnöke vezetésével többször is körbejárta a csapatokat. Érdeklődtek a fogásokról, kóstoltak, szemügyre vették a környezetet, és természetesen a verseny végén nem csak az ételt, hanem a tálalást is értékelték. Most láthatunk egy zsűrizést. A zsűri vezetője nem akárki, Pál Szabó Mihály, aki aranykoszorús mesterszakács, a francia gasztronómia lovagja, személyesen kóstol és dönt arról, hogy milyen besorolást fog nyerni a végén a versenyen. Jön a zsűri, izgulnak? Mi készült? Vadisznópörkölt készült petezselymes krumplival, és ez készült nálunk, és sajúságot adunk hozzá. Mi a specialitásuk? Szeretjük a vadat, és hogy borokabogyót tettünk bele. Most jön az ítélkezés a passzírozott halászlé ügyében. Vörös Kraken csoportjához érkezett a mesterszakács úr, egy gyönyörű haldarabot talált. Specialitása ennek a halászlének, hogy passzírozott sűrű halléban van még ráadásul darabolt hal. Számomra nagy megtiszteltetés az ország közepéből, Tiszazagyó találkozásától eljöttem ide Hegyeshalomra, és megismerhettem a Hegyeshalom és környéke, Észak-Nyugat-Magyarország ízeit. Volt valami specialitás, ami eddig meglepte esetleg a mesterszakásot is? Valójában alapvetően marhahúsra épültek az ételek, de volt birka, ami erre a része nem jellemző. Ami valóban meglepett, az egy nagyon finom keskepörkölt volt. Látunk egy gyönyörű szép pántot. Ez a lovagi szalag, ez Escoffier, tehát a híres francia szakács, 1890-es évek, 80-as, 90-es években született. Ő arról híres, hogy ő írta az első olyan szakácskönyvet, ami hát a nagy francia gyarmatokról összeszedve az ételeket közel 4000 receptúrát tartalmazott. A főzőverseny ételei mellett is találhattak egyéb finomságokat az érdeklődők. Grillhúsok, főtt kukorica, buborék gofri, csavart fagyi, kürtős kalács, valamint a Stetni Klub konyhájának fogásai is. A Moson-Magyaróvári ütőegyüttes felvonulása is jelezte, hogy hamarosan közeleg az ebédidő és a főzőverseny eredményhirdetése. A nagy színpadon került sor a főzőverseny eredményhirdetésére. A zsűri számos kategóriában döntött és osztott ki díjakat, többek között legjobb tálalás, legjobb étel, közönségdíj. A díjátadó után a nagy színpadon ismét a zene és tánc kapott helyet, a Quint Operett együttes varázsolt mindenkit az operett és musical világába. Mi vesz rá egy sikeres cégvezetőt arra, hogy egy ilyen operett, musical, szórakoztató együttes élére álljon és ő is szerepeljen benne? Imádom. Ez úgy indult egyébként, hogy bennem körülbelül 10 évvel ezelőtt, 10-11 évvel ezelőtt tudatosult az, hogy nem csak az az Isten adta hangja van az embernek, ami van, hanem az egy alap, és ezt lehet fejleszteni. És amikor ez tudatosult bennem, akkor én azonnal elkezdtem énektanárhoz járni, és a szívem csücske volt az operett, imádom a mai napig is, és ez evidens volt, hogy akkor én az operett vonalon fogok tevékenykedni. Most 2022-ben hogy érzed ez a műfaj, mennyire állja meg a helyét? Hát én azt gondolom, hogy az operett ez egy hungarikum, ez benn van a magyarok vérébe, ami a csodálatos dolog még ebben, hogy itt is a színpad előtt voltak fiatalok. Volt egy-kettő olyan, aki énekelte velünk az összes dal, de van mindig olyan, aki azt se tudja, mi az az operett. Megkérdezem, és nem tudják. És a végén újra felszoktam tenni ezt a kérdést, vagy oda megyek a fiatalokhoz, és akkor megkérdezem, hogy tetszett, és azt mondták, hogy ez nagyon jó volt. Szóval én azt gondolom, hogy tényleg ez bent van a magyarok vérébe, és ez működik, és remélem, hogy még sokáig működni fog. Nem maradhattunk foci nélkül sem a 7. Hegyeshalmi Bor és Falunap Fesztiválon.
A HSC 1931 labdarúgó csapatának éremátadása is hagyományosan ezen a rendezvényen zajlott. Egy nagyon szép díjátadó ünnepségen vettünk részt néhány perccel ezelőtt. Minek köszönhető ez a díjeső? Hát elmondhatom azt, hogy a tudatos munkának. Hosszú évek óta törekszünk arra, hogy minél több fiatal tudjunk bevonni a labdarúgás szépségébe, és hát most úgy látszik, hogy kezd beérni ez a kemény munkánk. Tényleg öröm volt látni a sok fiatalt, és főleg azt, hogy olyan igazi csapat külső benyomást keltették, tehát jó, mosolyogtak egymásra, barátságban voltak, szerették egymást. Látható volt, hogy ez egy jó kollektíva. Igen, hát ez a lényeg ennek, hogy ne csak a pályán legyünk együtt, hanem azon kívül is barátok legyünk, és töltsük egyet a szabadidőnket is, és akkor így tudsz igazán egy komplett erős csapatot kovácsolni. Egy ilyen környezetben, mint mondjuk Hegyeshalom, amelyik azért mégsem egy nagy település, mit lehet pluszt hozzáadni a labdarúgáshoz azok között, a körülmények között, amilyen körülmények ilyenkor jutnak? Hát azt, hogy megpróbálunk emberi módon bánni a gyerekek elsősorban, másodszorban a körülmények. Tehát két éve újult meg a sportpályánk, egy gyönyörű, a mai kori igények megfelelő sport telepet tudunk biztosítani a számukra, és hát ugye megfelelő emberi hozzáállás, megfelelő edzői munkát, röviden ennyi szerintem. Mik a legközelebbi feladatok, célok, nyilván a bajnokság következő szezonja, de azon kívül? Hát ugye, ahogy mondja, már megkezdtük a felkészülést a következő bajnok évre, illetve az a legfőbb célunk, hogy minél nagyobb létszámot vonjunk be ebbe a sportba. Próbálunk nem csak helyi szinten, hanem körzeti szinten is gyerekeket bevonni, ahol a szomszéd településeken nem foglalkoznak a fiatal korosztályal, hiszen nálunk már 5 éves kortól van a gyerekek. Mi azokat megpróbáljuk helyi szinten integrálni, hogy minél több gyereket tudjunk a labdarúgás szépségével megismertetni. Rock opera, operett és musical gála műsorral készült a Mega Rocks társulat. A nagy színpadon nem csak ismert dalok csendültek fel, hanem látványos tánc is színesítette az előadásokat. Amíg a Wolf K9 Egyesület kutya bemutató műsorát figyelte a népes közönség, a rendezvény sátorban már zajlottak az előkészületek az esti élő Bombon nagy koncertre. A backstage-ben kérdeztük. Csupa olyan dalokat fogunk előadni, amelyeket már természetesen nagyon várnak tőlünk, az összes slágerünk benne lesz, és azok a dalok, amelyeket ráadásul mi is szeretünk. Olyan nem is lesz, amit most a közönség végén nem ismer, és most fogjátok őt tesztelni? De lesz, ilyen természetesen mindig azért egy-egy ajándékot becsempészünk. Ez a Farsangi Funky lesz, amit még itt szerintem élőben tőlünk nem hallottak, és hát meglátjuk, hogy szól a közönség hozzá. Az országban, ahogy játszott, nagyon bejön. Megdöbbenve hallottam néhány nappal ezelőtt, és nem hittem el, hogy a Valami Amerika című, mondhatni, emblematikus lágeretek 20 éves, igaz ez? Sajnos igaz. Sajnos igaz, tehát ez a korunkat is egy kicsit determinálja. Igen, de viszont ami a nagyon jó érzés, hogy a fiatalabb korosztály is ismeri, tehát a 20 év alatt született, tehát tulajdonképpen egy korosztály már felnőtt, ők is szeretik nagyon, és ugyanúgy buliznak rá, de tényleg mi is, hogy utána számoltuk, olyan, mintha tegnap lett volna egyébként. Tehát nekünk olyan érzés. Néha azon gondolkodom, hogy a film sikere tette a slágert sikerré, vagy a slágert tette a filmet sikerré? Ez egy igazi szimbiózis volt, egymást erősítettük. A Valami
Amerika című slágeren keresztül ti örök életűvé váltok, így van? Hát nagyon merem remélni, hogy emiatt igen. Reméljük, de azért van azért hál' Istennek több olyan dal, ami már így beívódott így úgymond a köztudatban, nem vagyok James, nem vagyok Bonda, köszönöm, hogy vagy nekem. Tehát vannak olyan dalok, amik nélkül mondjuk koncert nem mehet le, egyébként kitör a forradalom, tehát a közönség elvárja tőlünk. Hál' Istennek ilyen szempontból szerencsések vagyunk. Hát mi is elvárjuk tőletek, és az az érzésem, hogy a közönség valóban nagyon várja már, hogy megjelenjen a Bombon együttes, úgyhogy sok sikert kívánok ma estére is. Nagy sikerű Bombon koncert után tűzzsonglőrök kábráztatták el a közönséget. A szombatestét a Haydn Street zenekar bulija zárta. Beszéljünk még egy kicsit az idei év további terveiről. Az idei évben a következő általunk szervezett rendezvény az biztos, hogy az augusztus 6-án a Hegyeshalmi labdarúgó csapat sporttelepén egy Futa Hegyes elnevezésű polgárőrség és az önkormányzat által szervezett futóverseny. A következő a Horgász Egyesület által szervezett augusztus 13-án megrendezésre kerülő páros kétfordulós horgászverseny a Stettni tavon, és szeptember 10-én ugyancsak itt a Szabadidőpark területén megrendezésre kerülő 11. civil szervezetek sütő-főző versenye. A sütő-főző versenyre jelenkezni, nevezni a képernyőn látható elérhetőségeken lehetséges. Köszönöm a művész úrnak az önkormányzat nevébe az idei borfesztiválon végzett háromnapos munkáját. Én megvallom, hogy innentől kezdve híve lettem a Hegyeshalmi Borfesztiválnak. Nagy szeretettel várjuk a 2023-as Bornapok és Falunap keretén belül, ami már a dátumot is el tudom mondani, 2023. július 14-15-16-án fog megtörténni, ugyanitt a Stettnitó és Szabadidőpark területén. Ezekkel a képekkel búcsúzunk Önöktől. Bízunk benne, hogy élvezték az elmúlt perceket. Találkozunk legközelebb is itt, Hegyeshalom hivatalos YouTube csatornáján. Ha nem tették volna még meg, iratkozzanak fel. És találkozzunk 2023-ban is, a 8. Hegyeshalmi Bor és Falunapokon. A viszontlátásra!
Ezekkel a képekkel búcsúzunk Önöktől. Bízunk benne, hogy élvezték az elmúlt perceket. Találkozunk legközelebb is itt, Hegyes Halom hivatalos YouTube csatornáján. Ha nem tették volna még meg, iratkozzanak fel! És találkozzunk 2023-ban is a 8. Hegyeshalmi Bor és Falunapokon. A viszontlátásra!